Nos, szép estét, szép éjjel, szép délután kívánom mindenkeket. Most mit magyaráztam? Na mindegy, kicsit na jó van, elfelejtettem, hogy testére beszélni. Elég este veszem fel a vidit, meglátszik úgy 11 óra után. Na mindegy, ellékesen egy GTA San Andreas rész befejezés után, ez is mindegy. Szóval itt Timi, hello, szia, Numancia. Ez itt a Vice City végigjátszásának 31. része lesz. Ugye az előző részben megcsináltam a rendőrös mellékküldetéseket, és írta valaki, egy kedves néző, hogy tűzoltós mellékküldéket csináljam. Amúgy is szerintem nekem az volt, hát nekem amúgy is az volt igazából abból itt tervben nagyon, leginkább, szóval azzal is kezdjük, az ugye talán a legfontosabb a hátralévők közül, mert arra kapunk ugye tűzállhatóságot, és ami azért, valljuk be, hát elég jól jön, majd a későbbiekben is akár. Szóval ez egy kicsit, egy kicsi, eléggé nyugisabb mellékküldi lesz, mint az első rész béli. Rendőrös. Nézzük a Miami Vice-os csitám itt van-e. Egyébként természetesen itt van. Jó, és akkor Lance Infernusát el is vidnénk. Lance most talán szarik, vagy én nem tudom mit csinál, addig míg el van tűnve. Ki tudja hol okoz egy kis gondot. Egyébként kicsit halkni találom a rádiót, de nem veszem följebb. San Andreasban most benéztem, igazából megjött az első copyright hosszú-hosszú idő után. Úgyhogy igazából nem tettem mégsem oda a zenét, amit írtam kommentbe, azt töröltem is. Már odaírtam, hogy 24.10 és 25.10 között nem lesz benne hang, hát mégis maradt. A hátrány annyi, Németországban nem elérhető a videó, gondolom onnét úgy sincs néző. Egy az. Kettő pedig az, hogy ezzel tört meg ugye a hosszú copyright rekord, amit rosszul mondtam, mert 15 vagy 16 videóra nyúlt, az nem lett meg a 42 videós csatorna rekord, de majd most egy új rekord indulhat útjára. Igazából innentől kezdve egyesen lesz majd a rádióállomás. Itt egyébként a daftani rendőrség, ami az előző részben közelebb lett volna, amikor csak pár másodpercünk volt beülni a rendőrautóba, ugye. Na mindegy, ebben a részben sem lesz rádió. Szóval Lance, amúgy bocsi, hogy megtörtöm a kocsidat, nem baj, majd megjavítatod, önkormányzat kifizeti helyetted. Meg a Schwarzeneggerek, azt a mindenségét. Aztán ez amúgy unalmasabb rész lesz várhatóan, mint az előzőnél is, mert ugye ott azért még volt egy kis adrenalin szint azzal, hogy bűnöldöztünk. Hát itt most csak tüzet fogunk oltani gyakorlatilag. Nem tudom, mennyire hasonlít a San Andreasra. Emlékezetem szerint soha nem csináltam meg az alap Vice City-ben a tűzoltós mellékküldit, lehet, hogy egyszer igen. Capslock. Oké, remélem ugyanolyan jól fizet, mint a San Andreasban, és ez is 12 szintes, ugye? Tűzállhatóság, mondom még egyszer a jutalom, hogyha teljesítjük a 12 szintet. És mondom még egyszer, jól fizet, remélhetően, menj már innen. Vic Vance, édesanyja hasonmása, anyag annyira nem hasonlít, nem tudom miért mondom mindig. Ó, persze, ilyenkor volt nála pénz. Hát szart melyik kellett amúgy irányítani, hogy ne csak egy előre lőjön, na mindegy. Nem mint aki, na elég szép a Vice City is víz, csak 50 dollár, hát gondolom akkor ez ugyanúgy fog fizetni, mint a rendőr, ami azért nem rossz. Az igazat megvalva, hogy a rendőr sem fizetett olyan hú de rosszú, sziréna azért on, legyen egy kis adrenalin, hát egy kis adrenalin fröccs, ez mindig kell. Hó, kicsit megtört, FDVC, Fire Truck. Sétszel az utamból, Kebi. Hamarosan az enyém lesz a Kaufman taxis, úgyis. Én fogom vezetni a céget hamarosan. Három küldetésünk is lesz ott, júj! Szentje X-es! Azt hittem a Sabré. Sabrét nem oltanám el. Mi történt? Újra el kell... Ja, hogy még azt is el kell oltani, és hogyha meghalálbasztam. Ugorj bele a vízbe! Jó, 200 dollár, elég jól fizet akkor ez is. Mondom, aha, úgy mind akkor a... rendőrös, az a fizetési teljesen kiegyezek. Júj. Egyébként írt a GTA-Norbi. Azt hiszem, azt, hogy gránátra érdemes lenne befektetni, hát tény mi tény, azt is kell majd venni, mert még egy-két másik fegyvert is. Már más fegyver ugye meg jól föl vagy a fegyverkezve minden, na ezeket is gyorsan el kell oltani, egyre többet kell majd ugye, és ezeknek sem szabadna gondolom meghalnia, mert akkor kezdhetem előre, ó, már 450 dollár, jól van. Ez volt a harmadik szint, elég közel dobja őket szerencsére, hát ez nem tudom lesz olyan hosszú, mint az előző videó. 40 perces, de ott háromszor vagy négyszer is kezdhettem előről igazából, szóval szerintem olyan hosszú nem lesz. Egyébként ezt a tűzoltó autót is el fogom majd tárolni itt a daftani házamban, ahol több garázs is van. Megtartjuk ezt is emlékként nyilván.
És miért megy, hogyha ki van égve amúgy? Hát nekem már épp fölrobban volna, de szar. Szutyok, Louis háza? Ne! Júj! Miért kell minden részben itt elhaladnom amúgy? Szinte minden részben. Az elég, egy... Meg lett mentve, na. De ezek már nem lesznek így, srácok. Ejjjj! Na, ez eloldva. Gyerünk! De akkor ne fussál már el, hát nem igaz. Én mondjuk nem tudom, hogy menekül. Júj! Menekülnék, hogyha égnék. De akkor is. Most itt a megmentő. Minek kell ilyenkor izélni? Az igen, Ted! Kaufman Taxis cégből. Emlékszel ennek a fazonnak az a neve. Itt pedig a nyomda, amit a Fater vezetett még, ugye az öreg Versetti. Nem is tudom, mi a Tommy Versetti apjának a neve, majd megnézem GTA Viking, hát ha ezt írják. Ó, oh, Greenwood! Sweet, bro! Kigyulladt a kocsid? Egyébként néztem egy ilyen GTA San Andreas Instruction, vagy nem is tudom, hogy kell kiejteni. Ugye ilyen előzmények magyarosan mondva. Hú, nagyon durva dolgok vannak abban, srácok. Ezt először láttam ezt a videót, hogy mi történt a San Andreas sztória előtt, ugye. És akkor azért nagyon kemény, bemutatták, hogy Hernandez hogy került be, ugye, harmadik számú csicskásnak Tempeni és Pulaszkihoz. Illetve arról is szó volt Mike Torinoékról. Akkor láthattuk Salvatore Leone-nak, a GTA 3-mal lesz majd ugye a... Hát a maffia család fője. Ugye San Andreasban is majd fontos szerepet fog betölteni. És akkor láthattuk ugye Sabreval, hogy ölték meg végül CJ anyját. Odafutott Sweet a végén a házba, Kendall ott bömbölt. Aztán izé fölhívta gyakorlatilag a Sweet a CJ-t, hogy jobb lenne, hogyha hazajönne meghalt anya. Ennyi. Nagyon kemény, mondom, én ezt a videót még soha nem láttam, bánom, hogy nem nézte ezt még meg a végigjátszás kezdete előtt, úgy lett volna az igazi, úgy ütött volna rendesen. Megint egy darab menekül elképesztő, egyébként már 20-at megmentette, nem értem miért úgy írja, hogy tűz. Miért nem lehetne azt írni, hogy megmentve vagy valami. Jó, ez is kész, $1800, ó, már jó fizetnek. Escobar International, ájjjjj, most ugye nincs itt a híd, hogy átmenjünk egyébként 7. szint. Jó, hát ebben részben csak a tűzoltóságot tervezem, szóval ez nem... Hát hogyha rövidebb lesz, de szerintem nem lesz az olyan hamar megám. Az olyan, hogyha két kocsi van, eddig úgy tűnik, hogy egymás mellett van, az közvetlen, viszont időnk az elég kevés itt. Nem úgy van, mint a rendőrös küldénél úgy tűnik. A részletkérdés az. És aztán, hogyha ez megvan, következő részben már szerintem elkezdeném vásárolni az ingatlanokat. Azzal eléggé haladni kéne igazából már. Vagyis hát nem kéne haladni, én nem szeretném, hogy úgy tervezem, hogy 2015-re végigérünk azért a Vice City-vel. San Andreas biztos, hogy nem fog sikerülni befejezni. Mert ugye, hogyha véget ér a Vice City, nem hogy a véget ér a Vice City, még most a hétvégén indulni fog a Mafia 1 végigjátszása is. Fú, de várom már azt is, mondom, személyes talán kedvenc játékom, mindközül hangsúlyozom. És azért nem egy játékkal játszottam a player pályafutásom során. Az a játék bennem örök nyomot hagyott, annyira imádom. És remélem tetszeni fog nektek is. Én ezt már annyiszor próbáltam videóba is végigvinni régebben, hát egyszer nem jött össze. De majd most már meg lesz a módja, most már azért gyakorolt vagyok a szakmában. Már öreg motoros vagyok, úgymond. Na még azt... De ne futkozzál már, nem igaz? Nem fogom, hogy azért lelőjenek a katonák. Aztán az igen, itt izé, még szuszálkolt egy kicsit. Tűzoltó küldetés szintje 8. Jó, van, haladunk. Az a tűzállhatóság, mondom, azért elég jó lesz. Főleg van egy-két, szerintem nem tudom, van-e még olyan rampage, amiben igazából majd gránátos, vagy nem gránátos, hanem mondjuk lángszóróval kell elintézni az ellenfelet. Abba például nagyon jól jönne, ugye, mert hát azért na, jól jön az, hogyha tűzállható vagy. Belemész a tűzbe, nem állít meg semmi. Ráadásul úgy, hogy már 150 szív mellett van 150 pajzsom is. Jól haladunk, srácok, jól haladunk. És majd mindjárt mondok a tűzoltós mellékküldi végén, mondjuk nem tudom az mikor lesz, de akkor mondok majd egy statisztikát, hogy hány százaléknál tartunk. Kicsit hátrébb tolatunk. Ne fussatok már be, nyomorék szarok! Miért kellett befutni, nem igaz? Hú, hát ez nem sokon múlott, hogy elcsesszem. De hát miért úgy mondom, hogy elcsesszem? Hát nem az éjbám lett volna.
Az lett volna aztán a glitch, mit ne mondjak. Na már. De hogy most nem azért, de most ez meghal az... Nem az éjjében, hát miért futkozik? Miért nem tud megállni egy helyben? Én mondom, én se tudom, mit csinálnék élőben. Valószínűleg mondanám, hogy segítség, mert minden. De tűzoltós Tomi itt van, és készen áll. Gyerünk már! És kicsit azért mentsük is ám Vice City-t. Ezek már az én lakosaim is. 3200 dollár is már 340 ezer fölött vagyunk. Ó, de jól haladunk, srácok. 9. színnél vagyunk. 360 ezer dollárunk lesz kb. Ennek a végére. Hú. Ennyi pénze még soha nem volt a Vice City-ben talán. Jó, azért lehet volt, de nem nagyon emlékszem. Vice City-ben soha, az alap Vice City-ben soha nem volt olyan hú, de sok pénzem. GTA 3-mal lehetett ugye talán legjobban kaszálni. A Vice City Stories mellett, ott is hú, azt a minét. Minden ingatlan megvolt egyszer, emlékszem, és a legmagasabb bevétel. Hát ilyen voltak ugye, ilyen hát tulajdonaink, ha úgy tetszik, így el kellett foglalni a területeket. És akkor én ott befektettem mondjuk a drogba, akkor a prostitúcióba, ilyenek. És ott a legmagasabb vállalkozást választottam mindig. Eléggé sok, már több millió volt a végére. Úgyhogy mondjuk az legvégéig soha nem vittem még ki a Vice City Stories-t, majd az is videóban lesz meg először, úgy mint az alap Vice City. Ezt sem vittem még ki, mondom a legvégéig. Elég régóta GTA, körülbelül 2008 óta, 2007-2008 óta, de azóta én őszinte eszek veletek csak a GTA 3-at, és a GTA San Andreas, ja meg a Liberty City Stories-t tudtam kivinni. Szóval... Ja, hogy én közben lőttem, az úgy oké, azt hittem, hogy oldalra is tudok oltani. Hát nem éppen. Tehát azt úgy értve, hogy végigvő, hogy az összes küldetést megcsináltam. Mert ugye például GTA 3-ban nem kell mindéket, de ott megcsináltam mindéket. Kelj már fel, jó! Hú, nem túl sok az időnk, és Viceportra kell menni. Viceportra kell menni? Hát hülye vagy! Ja, ide. Azt hittem már az első szigeten van. Na, semmi gond akkor. Vagy első nem első szigeten van ilyen Viceportos hülyeség? Akkor azok szerint nem. Na mindegy, most aztán ki kéne tévedni innen a... reptérről. Nem nagyon szeretem itt a repteret, megmondom őszintét. Ha már élőben nincs a közelembe reptér, akkor sem kéne. Mondjuk élőben se szeretném nagyon a repteret, hogyha itt laknak közelébe. De hát nem is lakok, úgyhogy nem esedékes. Helyette itt lakok valami fasz a horvát határ környékén. Ah, most eléggé sok helikopter megy, mert minden királyság van. Mondjuk szerencsére egyszer sem olyankor, mikor videó van. Úgyhogy jó. Ha viszont egy percünk van, én nem akarom ezt elcsesztelni, mondom az őszintét. Húzunk már bele egy kicsit. Taxi, ó, mi történt itt? Csak nem a Kaufman taxisok bekeményítettek, az Tedét fölgyújtotta az összeset, sérves Ted. Köldök sérve van amúgy? Vagy milyen sérve jöhetett el? Majd említi mamóka, amikor megveszik a taxis céget az első átvezetőben, hogy Tednek sérve van, menjek oda, beszéljek vele. Jaj, egy kis babujás ne hozzak neki. Ne is megy tovább, nézd már! Nem lehet igaz, hogy elcsorta valaki ezt a taxit, azt hittem már. Jó, meg lesz az, nem kell félni. Már csak egyet kell eloltani. Ha ki vagy te? Ha ki vagy te, utcai bandás, 5000 dollár. Most hányadik szint tüzet jeleztek, menj eloltani. Nem tudom hányadik szint, ez 11. szint, akkor ezen kívül lesz még egy utolsó előtti szint, srácok. Jó, sokkal nyugisabb ez a tűzoltós, tetszik, és itt is jól lehet keresni. Azért én úgy emlékszem, San Andreasban még ennél is többet kerestünk, de semmi gond. Igazából tökéletesen elégedett vagyok már az itteni összegekkel is. Megint itt kell majd valószínűleg bejönni. Jujjuj, jajjáj. Nem megyek neked Schwarzenegger, legalább ebbe az egyetlen nyomorult részben. A körözés kerüljön el engem, ennyit kérek. Na most meg Kaufman taxi, bosszút álltak az alaptaxisok. Ó! Majjaj, niga mamó. Mamóka! Ha ne fusson! Menjen, most már lehet tyúkus levest főzni, na. Ne menekülj már el! Ne menekülj már oda, nem igaz? Jó, ez is megvan. Milyen kis izé golfautók, nem tudom mik ezek, de mik járőröznek itt időközben. Jó, Ted! Megmentelek, Ted! Teddy Maci. Ja, ez nem az. De akkor is megment... Mamó!
Mamóka, ha megkementen, ki fogja a tyúkús levest főzni az unokának. Jó, az utolsó pedig útnak indul. Siessünk, srácok, alig maradt idő. Ne szopass! Ne szopass be! Ne szopass keresztbe! Léci! Ted! Na megint te! Teddy boy! Jó, utolsó szint, srácok, gyerünk! 6050-et kaptam már, az igen. Na, utolsó szint. Hát, és alig maradt időm, ez szopat engem. Mondjuk ide kell jönni nagyon közel. GTA 5-ös gyönyörű tábla. Hasonmás, azért nem egy GTA 5, de mindegy. Az a sielős vagy a vízi valami izét csináló csávó hasonlított rá. Na, gyerünk, olcsuk már el a Green Deal-t. Smoke! Téged nem mentelek meg, Smoke. Ilyesmi kékje van Smoke-nak is, ilyen glindéje. Walking Dead-es délt szívesen menteném itt. Hát szórakozzál már velem, meg még azt kéne, hogy itt elüssem valamelyiket. Persze azelőtt, hogy még megmentettem volna. Jó, 40 másodperc, ez meg valószínűleg elegendő lesz. Ha csak nem indul-e mindig más irányba, nem mondod komolyan. 32 másodperc, srácok. Gyere már vissza! Geronimo! 20 másodperc, 20 másodperc! Menjél már! Janikám! Jani! Jani fiam! 10 másodperc! 9! Kelj már föl! Megvan! Hú! 3 másodperce múlt, de megvan, srácok, és mit írt? Azt a kurva, itt már kezdtem ideges lenni, és most tartunk 43%-nál. Hú, de ideges voltam már. Menj jelölteni, ez megvolt. És mit ír most utána? Amikor teljesítve volt, valamit kiírt, hogy... Mit írt ki? Hát valamit ki kellett volna írja, hogy... Tűzáltó vagyok, valamit írt, és a sarokban, nem mindegy. 32500! Ott kerestem össze-vissza, már kezdtem örülni, na mindegy. Na erre mondtam, hogy GTA 5-ös. Ez itt már elég szép. Nem csúnya, na, ez a Vice Surf. Jó lenne, amúgy ilyen szörfözés izét is beletettek volna drága készítők a játékban, na mindegy. Oké, hát akkor most az idő jött el, hogy én ezt a kocsit hazaviszem. Csak ne csukkoljak már itt a videó végére, na. Munkás bátyám, menjen haza. Megfőtt már a tyúkús leves talán. Hú, de jó gyors a tűzoltó autó is. Kis szirénát benyomatom. Csak nagy szívinfarkt is meghalljon, csoki fiú. Á, nem kell a sziréna irritál csak. Ó, még ebben a részben sem tudom elkerülni a körülést. És akkor gyakorlatilag még maradt a mentős és a taxis mellé. Küli taxis kurva hosszú ideig tart és nagyon monoton. A mentősnek még van is egy kis tétje, az még bírható is. Ugye annak, hogyha megvan a mentős küldi, akkor azt kapjuk igazából, hogy végtelen sprintünk lesz, és nem kell folyamatosan nyomkodni majd a sprint gombot. Egyébként most a Daftani házam, amelyek direkt már minden egyes ilyen járműet megtartok, amivel megcsináltam a mellékküldiket. Mert mondom még egyszer, tervezem, hogyha megvan a 100%. Mondjuk ezt lehet, még nem mondtam, akkor mindenképp fel lesz természetesen az elmentés töltve, és akár letölthetitek, játszhattok vidin kívül vele, vagy vidin belül is felülem, de ezt 100%-ra kiviszem. Aztán fölteszem, és akkor ebben a garázsban majd megtalálhatjátok, de egy-két haiti el lett ütve, de nem fogom itt hagyni, mert eltüntetik. Csak a pénzükért oda mentem, nem kell nekem izé spermás izéjük pénzük. Ki tudja, ki verte rá, már bocsánat. Ezek homokosnak is kinéznek, szóval. Amúgy egy-két házat lehetne ártana venni, most nem tudom, itt Daftanban, azt hiszem ez a kettő ház van össze-vissza. Hát minden ugye a húdásokban. Tudom, hogy első szigeten még kettőt legalább meg lehet venni, ha nem többet. És az a kettő tudom is, hogy hol van. Szóval igen, itt a csöves ház már ugye megvan. Azok is kellenek a 100%-hoz. Ó, még Lance Infernusza is itt volt, azóta se tüntették el. Fasza. És akkor a Daftani házam, úgyis régen voltam már itt. Kórháza szemben lakok, ami azért elég jó. Ha itt gond van, akkor nem kell aggódni, nem kell hívnom Lance-t, hogy segítsen már. Jó, akkor ebbe. Már nem tudom elhelyezni. Az utolsóba helyezem el a Blista mellé. Föl fogunk robbanni, srácok, ezt elkúrtam. Júj, egy kicsit jobbra. Elég szűkös a terep, úgyhogy csak az elsőben sikerül majd ezt behelyezni.
Jó, hát ezek a szarok mellé. Jó, van, elfér így. Na mindjárt. Akkor valahogy eltároljuk. Így. Tökéletesen. Benn van. Oké, megvan. Keep clear. Jó, megvan. Akkor a fegyvereket először is felveszem. 363 ezerünk van most már. Hát szerintem nem mostában fogok ilyen mellékküldikkel jelentkezni. Majd egy kicsit arrébb lesz az. Most következő részben mindenek előtt majd az jön, hogy elkezdem menni az ingatlanokat, tehát az első célpont az majd a Striptease Club lesz az első szigeten, és ott kezdem el valószínűleg venni majd az ingatlanokat is, hogy itt az alapházunkkal szemben például ott lesz Striptease Club mellett az a ház, amit szintén meg is fogok venni majd a következő részben. De ennyi lett volna már a Vice City, nem tudom milyen hosszú lett a videó, de remélem tetszett. Ez a tűzoltós mellékküldetésekről szóló videó. Imi voltam természetesen. Köszönöm a figyelmet, őrizzétek meg ezt a jó szokásotokat, hogy mindig néztek. Imi voltam, tehát ezt már nem tudom, hányszor kell még elmondjam. Sziasztok!